Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora. Ma is két témával várjuk Önöket, mutatjuk a kínálatot. Járvány és gyógyítás. Nagy terhelés alatt telt az Éva megyei kórházakban. Fejlődő délvidék. Utak épültek, intézmények újultak meg a megye déli részén. Nem csak a 2020-as, de még a most mögöttünk hagyott 2021-es évet is a járvány elleni védekezés határozta meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktató kórház intézményeiben. Hogy bírták a terhelést és jutott erő a fejlesztésekre? Erről is kérdezem dr. Szondi Zitát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktató kórház főigazgatóját. Jó estét kívánok! Köszönjük, hogy itt van nálunk. Még mielőtt azért egy 2021-es évértékelőbe belevágnánk, azért én az aktualitásokra is nagyon kíváncsi lennék, meg hát szerintem a nézők is főként erre, ezekre, hogy mi a helyzet jelenleg a kórházban, különösképpen a COVID osztályon, illetve az intenzív osztályon, az elmúlt időszakban csökkente az ott betegeskedők létszáma, vagy sem? Decemberben újra elértünk egy csúcsot, ez már a negyedik hullám, járvány hullám csúcsa volt. Ezt követően már karácsony előtt is tapasztaltuk azt, hogy csökken a beérkező betegek száma, a járóbetegként a COVID ambulanciákon megjelenők száma, illetve a kórházi ápolást igénylők száma is. Ami tartósan magas volt, az intenzív ellátási igényű koronavírusos betegek száma, de elmondhatom azt, hogy az utóbbi egy hétben itt is jelentős csökkenést tapasztalunk, tehát mind az általános, mind a súlyos ellátást igénylő betegek száma jelenleg mérsékelt. Körülbelül, hogyha össze akarom hasonlítani az elmúlt járvány hullámoknak a betegforgalmával, akkor a második hullámban körülbelül ugyanott tartunk, mint 2021. januárban, amikor a második hullám lecsengését észleltük. Ugye akkor nem ért véget a hullám, tehát január után, február első napjaiban elindult a harmadik hullám, ami még magasabb csúcsot döntött, mint az előző. Most abban bízunk, hogy az oltásoknak köszönhetően és a lakosság egyre növekvő tudatos életmódjának és védekezésének köszönhetően az ötödik hullám nem lesz ekkora. Tehát akkor azért éppen előfordulhat, hogy két hullám között vagyunk most? Abszolút. Megint? Abszolút, két hullám között vagyunk, hiszen a napi megbetegedések számából és a napi pozitív esetek számából látjuk az országos tendenciákat. Ugye mindenki ismeri, most már hallja a sajtóban, médiában megjelent az új variáns, az Omikronnak a terjedése. Ma már Magyarországon is minden harmadik kimutatott pozitív eset Omikron variánsnak köszönhető. Ugye az a tulajdonsága, hogy sokkal gyorsabban fertőz és sokkal több páciensnek adja át a betegséget maga a vírus, úgyhogy várhatjuk azt, hogy bár nem olyan súlyos betegséget okoz, mint a Delta vagy az előző brit mutánsok, de a sok fertőzöttből nyilvánvalóan, hogyha kevesebb százalékban is, de lesznek betegek. Mégis az előző, az őszi hullám, a 21-es, az mennyire volt erős az előzőekhez képest? És természetesen ezt úgy értem, ezt a kérdést, hogy mit éreztek ebből Önök az osztályban? Úgy tudnám jellemezni a hullámokat, hogy ugye most négy hullámon vagyunk túl. Az első hullám az gyakorlatilag nem volt hullám, az egy felkészülési időszak volt. Sokszor elmondtam már, hogy 2020-ban, március elején, amikor megjelent a koronavírus, akkor tulajdonképpen egy ismeretlen betegséggel és egy ismeretlen helyzettel néztünk szembe. Április végéig 23 pozitív beteget láttunk összesen a kórházban. Tehát gyakorlatilag az első hullámot én nem hullámnak nevezném, hanem az egy bevezető szak volt. Ehhez képest szeptemberben indult ugye 2020-ban a második hullám, aminek már nagyon magas volt a csúcsa, az egy időpillanatban kórházban kezeltek száma meghaladta 600-at a telephelyeinken. És tulajdonképpen a második hullám lecsengése január végére volt tapasztalható 2021-ben, de nem lett vége, tehát nem úgy, mint előtte, hogy a nyári hónapokban nem tapasztaltuk a megbetegedést. A második hullám után rögtön következett a harmadik hullám, ami meglepett bennünket, hiszen akkor már az oltások megkezdődtek, egyre többen vették fel az immunizálást, az alapimmunizálást, ismétlőoltásokat, de annak ellenére a harmadik hullám még magasabb csúcson zárt március közepén,
és majd májusra lett vége körülbelül. Ugye most az a hasonlat ebben a mintában, vagy ebben a rajzolatban, hogy a negyedik hullám végén tartunk, és várjuk az ötödik hullámot, és abban bízunk, és az a legfontosabb most számunkra, hogy minél laposabb legyen ez az ötödik hullám, hiszen már nagyon szeretnénk azt, hogy vissza tudjunk rendeződni, és ne csak a járvánnyal kelljen foglalkozni, hanem minden egyébbel olyan elmaradt feladatainkkal, amivel mi is tisztában vagyunk. Mi a tapasztalat, még mindig maradok ennél a témánál, ne haragudjon, hogy kik azok, akik az intenzívre kerülnek, oltottak, oltatlanok? Változott az intenzívre kerülők előzménye. Azt mondhatom, hogy nagy részt oltatlanok, de nem tudom azt kijelenteni, hogy oltással nem lehet intenzív osztályra kerülni. Ebben a negyedik hullámban, főleg a negyedik hullám második felében az volt a tapasztalatunk, hogy a korábban oltásban részesülők, tehát akik előző év, tehát 2021 május-júniusban vették fel az első vagy az első-második oltásukat, közülük előfordult az, hogy lecsengett az immunválasz, ugye elmúlt a 6 hónap, elmúlt az az időszak, ami alatt a szervezet fel tudott készülni a vírusra, és két oltással is kerültek néhányan intenzív osztályra. Na, beszéljünk akkor a 2021-es esztendőről, hát persze, hogy a Covid-helyzet határozta meg főleg a kórház életét, de önök hogyan bírták a terhelést? Azt tudom mondani, hogy a kollégáim rendkívül nagy energiákat fektetve végezték a dolgukat, és megtették azt, amit szükséges egy ilyen helyzetben, de nagyon fáradtak. Ez mind mentálisan, mind fizikailag érezhető, hiszen olyan humán erő igénye van egy járvány helyzetben, egy fertőző beteget kezelő osztályon az ellátásnak, amit nem egy békeidőben, nem hasonlítható össze egy békeidős ellátási igénnyel. Úgyhogy a kollégáimat folyamatosan átvezényeljük, rotáljuk a telephelyekről, beirányítjuk ide a szakdolgozókat, kevésbé az orvosokat, inkább a szakdolgozói vonalon jellemző az, hogy a telephelyekről is besegítenek a nyíregyházi osztályokon, hiszen sokan megbetegednek, fertőzötté válnak, ilyenkor át kell szervezni dinamikusan az ellátást. Úgyhogy ez egy nagyon komoly humán erőmenedzsment, amit tulajdonképpen másfél éve folyamatosan végzünk. Annak érdekében, hogy a COVID ellátásban megfelelő szakembereket tudjunk biztosítani, de mindemellett az alapvető ellátásainkat is szinte minden területen biztosítjuk, természetesen korlátozottan. A sürgősségi ellátás elsődleges, de a tervezhető ellátásoknál mindig mérlegelni kell, hogy minek van nagyobb kockázata, hogyha elvégezzük azt a beavatkozást, vagy ha halasztjuk. Az előző hullámok idején azért teljesen a Covid-nak alávetve működött az intézmény. Most ősszel mi volt a helyzet? A második, harmadik hullámban teljesen leállítottuk az elektív, tervezhető, halasztható ellátásokat. A negyedik hullámban megkaptuk azt a hatáskört, hogy mi magunk dönthettünk arról, hogy mire van lehetőség és mire nincs. Nagyon sokáig a műtétes területeken az ortopédiát, a szemészetet működtettük, annak érdekében, hogy a lemaradásokat behozzuk, de a csúcson ott természetesen korlátozásokra volt szükség, és így ezeket az ellátásokat is átmenetileg szüneteltettük. De ami nagyon lényeges, hogy az onkológiai betegeket, a szülészetnőgyógyászat területét, a gyermekgyógyászatot a lehető legkevesebb behatás érte, és ők ezeken a területeken dolgozók tudták végezni szinte ugyanúgy a napi munkájukat, mint korábban. Amellett, hogy még ezeket a problémákat is meg kellett oldani, még azért az oltást is meg kellett szervezni. Ez mennyibe működött hatékonyan, mik voltak a tapasztalatok 21-ben? Azt mondhatom, hogy a 2020-as karácsony a 24-től tulajdonképpen szilveszterig folyamatosan az oltások előkészítésével és szervezésével telt. Naponta 100 telefont bonyolítottam, vagy még többet annak érdekében, hogy ugye ez is egy ismeretlen feladat volt, és hogy erre az ismeretlen feladatra is fel tudjunk készülni, hiszen maga az oltóanyag beszerzése, ami kormányzati feladat volt, az oltóanyag allokálása a megfelelő intézményekhez, az oltási csapatok felállítása és az oltakozóknak az odaszervezése is egy nagyon komoly feladatot jelentett. Ugye első körben ütemezetten megfelelő kiemelt
kockázati csoportokat oltottunk, időseket, egészségügyi dolgozókat, szociális szféra dolgozóit, akkor osztályt fokozatosan bővítettük, és ennek megfelelően jártunk el. És azt gondolom, hogy óriási eredmény volt, hogy például januárban a megye valamennyi egészségügyi dolgozójának mind a kórházakban, mind a területen, alapellátásban, gyógyszertárakban, gyógyszertári asszisztensek részére is mi biztosítottuk, megszerveztük és lehetővé tettük az oltakozást. Ez a feladat az első 3 hónapban volt a legnagyobb volumenében, de aztán folyamatosan egész évben mindig az adott igény felmerülésének megfelelően szerveztük az oltó csapatainkat. Oltottunk szociális intézményekben, területen, oltottunk az ukrán-magyar határon, szintén oltó csapatainkkal. Tehát ez mind-mind olyan feladat volt, ami korábban nem jellemezte ugye a mi tevékenységünket, de kollégáim mind a szervezésben és mind a végrehajtásban maximálisan jól teljesítettek. Akkor ennek megfelelően az oltási akció heteket, amikor meghirdették, akkor már nem volt különösképpen hatalmas nagy kihívás ezeket teljesíteni. Rendben, beszéljünk a gazdálkodásról. Mennyire érzi stabilnak a kórház működését? Ja, nagyon nehéz év van mögöttünk, hiszen a járvány mindent befolyásol. Nem csak az ellátás szervezést, hanem magát a gazdálkodást is. A kórházak finanszírozása alaphelyzetben, amikor békeidő van, akkor teljesítmény alapú finanszírozás. Ugye mindenki tudja, hogy van egy teljesítmény volumen korlát, ami most már teljesítmény elvárásként fogalmazódott meg, és ennek megfelelően, hogyha teljesít, akkor számíthat arra, hogy milyen bevételt kap. Ha e fölött teljesít, még akkor is vannak olyan sávok, amelyek finanszírozásával tudunk számolni. A járvány miatt viszont ezek a teljesítmények elmaradtak azoktól a teljesítményektől, amelyeket a járvány előtt tudtunk produkálni. Ezt észlelte természetesen a fenntartó és a finanszírozó is, és gyakorlatilag az év legnagyobb részében úgynevezett bázisfinanszírozás jellemezte a kórházakat, amikor is egy meghatározott összegből kellett gazdálkodnunk. A költségeinkre, a mindennapi kiadásaink, a bérek, a rezsidíjak, a szakmai anyagköltségek mellett ugye megjelentek a hatalmas COVID-nak nevezett költségek, amelyeket elkülönítetten kezeltünk, és ezeket elkülönítetten kaptuk vissza. De év végére a nagyon nehéz évet követően is elmondhatom azt, hogy a konszolidációt követően a kórháznak nincs lejárt tartozása, ki tudtuk egyenlíteni valamennyi szállítónkat, akinek valamilyen oknál fogva beragadt a számlája, tehát úgy tudjuk nyitni a 2022-es évet, hogy a kórház gazdaságilag stabilnak mondható, lejárt tartozásunk nincs, a likviditásunkat és a gazdálkodásunkat igyekszünk úgy irányítani, hogy ez a jövőben is megmaradjon. Természetesen a makrokörnyezetet figyelembe kell venni, hiszen az áremelkedések, a szolgáltatásoknak, a díjainak az emelkedése meghatározza majd a következő évet, de ahhoz, hogy hosszabb távon is tudjunk majd ezen változtatni, ahhoz természetesen a járvány utáni időszakot meg kell várni, amikor is stabilizálódik a mi gazdálkodásunk is, várható a finanszírozásban is változás. És amíg nem elég a COVID-helyzet, még volt egy bérrendezés is, ugye? Szóval ezt is le kellett menedzselni, ez mennyire ment gördülékenyen? Még talán visszább lépnék egyel, és nem csak a bérrendezésről, hanem az egészségügyi szolgálati jogviszonyról beszélnék, hiszen a COVID mellett és az oltásszervezés mellett ugye 2021 márciusában hatályba lépett az egészségügyi szolgálati jogviszonyt szabályozó törvény, ez a 2020-as 100-as törvény. És márciusban tulajdonképpen 5300 dolgozónkkal kellett új munkaszerződést aláíratni, elfogadtatni, és ennek a mindenféle menedzselését lekoordinálni, ami egy járványhelyzetben oltásszervezéssel nagyon nehéz feladatot jelentett. Elmondhatom azt, hogy sikerült valamennyi dolgozónkkal megállapodni. Néhányan hagyták el az intézményt, zömében azok, akik nyugdíj miatt már egyébként is távoztak volna, vagy élethelyzetükből adódóan máshova költöztek és elhagyták az egészségügyet, de a közel 99%-ban aláírták a dolgozóink az egészségügyi szolgálati jogviszonyt és ezzel járó munkaszerződést.
Ugye a tavalyi évben ez megtörtént, a bérrendezés, az orvosi bértábla besorolása szerinti feladatainkat elvégeztük, és idén januárban ismét béremelés következett, amit tervezett, és több lépcsős béremelés része mind az orvosoknál, mind a szakdolgozóknál. Úgyhogy az orvosok esetében ez minden kategóriában 28%-os alapilletmény emelést jelent. Ez egy nagyon jelentős béremelés véleményem szerint, ami az orvosokat érinti. A szakdolgozóknál pedig a harmadik lépcsője van a béremelésnek, ami jelenleg 21%. Természetesen arányaiban a szakdolgozók bére még elmarad az orvosok jelenlegi béréhez képest, de nagyon bízunk abban, hogy ez is változni fog a jövőben, és előre tekintünk, ez egy első lépés volt. Ami nagyon hiányzik még, és amivel mi magunk felelősek vagyunk, és mi magunk is érezzük ennek a felelősségét, ez a gazdasági, műszaki, pénzügyi személyzet bére és bérrendezése, ezt egyelőre saját forrásból biztosítjuk. Beszéljünk akkor a fejlesztésekről, milyen fejlesztésekre lehet számítani, hát új tömbök épültek, új épületek esetleg épülni fognak, ugye? Most nem épültek új tömbök, de nagyon jelentős fejlesztéseken vagyunk túl, hiszen az élet nem állt meg, és mind a folyamatban lévő fejlesztéseinkkel foglalkoztunk, és komoly energiákat fordítottunk erre, mind a következő ciklus előkészítésére is már felkészültünk. A COVID-járvány is hozott nagyon komoly eszközfejlesztést, úgyhogy az Országos Kórházi Főigazgatóság központi beszerzéséből 5,8 milliárd forint értékben kaptunk eszközöket. Ez több száz lélegeztetőgép, monitorrendszer, infúziós pumpa, perfúzor, amit a súlyos intenzív betegek ellátására fordítunk, de diagnosztikai eszközöket kaptunk, számtalan mobil röntgent, ágy melletti laborkészüléket, ultrahangeszközöket, tehát felsorolni sem tudom, hogy mennyi kategóriában, és több száz darab ilyen eszköz érkezett hozzánk, amelyeket jelenleg a COVID-ellátásban használunk zömében, de a járvány után valamennyi osztályunk eszközparkját így fel tudjuk majd újítani. Úgyhogy ez egy nagyon jelentős fejlesztés, minden rendelkezésre áll, ami most az intenzív terápiához szükséges. Ezen kívül is voltak komoly fejlesztéseink, a hemodinamikai laborban egy 500 milliós értékű fejlesztéssel a röntgenberendezést cseréltük ki, ez a infarktus ellátásban, a szívbetegek, koronária betegek ellátásában egy nagyon jelentős fejlesztés, most már két asztalon tudjuk párhuzamosan is akár ellátni az akut ellátást igénylő infarktusos betegeket, illetve megújul folyamatosan a radiológiai eszközparkunk, szintén egy határon átnyúló fejlesztés keretében 176 millió forintért digitális röntgenberendezéseket fogunk beszerezni, és a napokban már megérkezett az a két darab CT, ami Nyíregyházára és Mátészalkára lesz telepítve. Ez is egy határon átnyúló projekt keretében történő beszerzés, ez közel 600 millió forintot jelent. Tehát alapvetően most nem annyira az épületek és az infrastruktúrák voltak a fókuszban, hanem inkább az eszközök, de terveink között szerepelnek épületfelújítások is, hiszen, mint említette, épültek új tömbök az elmúlt időszakban, amelyek abszolút európai színvonalat képviselnek, de vannak olyan épületeink, amelyek nagyon komoly energetikai, illetve komfortjavításra szorulnak. Ilyen az STK, ami egy nagy forgalmat bonyolító járóbetegépületünk, illetve a sebészeti tömb. Mind a két épület energetikai felújítására megvan a pályázatunk, sikeres pályázattal rendelkezünk, úgyhogy hamarosan el tud kezdődni ezeknek az épületeknek is a felújítása, illetve néhány nappal ezelőtt kaptam a hírt, hogy a járóbetegellátás fejlesztés keretében szintén van egy olyan országos keret, amire pályázni fogunk, és a járóbeteg épületünknek a belsejét is szeretnénk felújítani, hiszen azt gondolom megérdemlik az ott dolgozók, és megérdemli a lakosság is, hogy egy magasabb környezet szempontjából egy magasabb színvonalú épületben gyógyuljanak. Köszönjük, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen.
Utak újultak meg, kerékpárutak épültek, intézmények korszerűsödtek 2021-ben is a megye déli részén fekvő településeken. Nyírbátorban az ipari park fejlesztése volt a legnagyobb előrelépés, Újfehértón pedig honvédelmi sportközpont létesült, és elindult a Szabolcsi Alma Centrum építése is. Mindeközben egy újabb várossal is gazdagodott a térség, Nyírbogát érdemelte ki ezt a rangot. Az élet szinte minden területén érezteti hatását a lassan 2 éve tomboló koronavírus járvány. A pandémia, illetve az azzal járó korlátozások a közösségeket is sújtják, számos rendezvény program maradt el vagy tolódott az elmúlt évben is. Arról nem is beszélve, hogy sokan maguktól kerülik a társasági életet, egészségük megőrzése érdekében inkább nem is mennek olyan helyre, ahol sokan vannak és könnyebben elkaphatják a betegséget. A járvány a beruházásokra is jelentős hatást gyakorolt. 2020-an ellentétben ugyanakkor tavaly már nem állt le az ország is a vírussal való küzdelem mellett, már a fejlődésről is szólt ez az időszak. Így volt ez a megye 6-os számú választókerületében is, mondta a televíziónak évértékelőjében a térség parlamenti képviselője. Ebben az évben a választókerületünk soha nem látott beruházásokat tudott megvalósítani, és a fejlesztések kézzelfoghatóak és látványosak. Ugye megépült, illetve megújult a Magyar Falu programnak köszönhetően 67 kilométer 4 és 5 számjegyű út. Ezek főleg a 471-es főútvonal bekötő útjai, mert hogy ugye a 471-es főútvonalat 16 és 18 között a megyehatár és Nyírbátor császárúti körforgalom között teljes mértékben megújítottuk. Sőt, mi több, megvan a kormánydöntés arról, hogy az útfelújítás ilyen formán folytatódik, a 471-es főútvonal Nyírbátor és Nyír-császári közötti szakasza is meg fog újulni. Tehát ez a 67 kilométer, ez egy nagyon nagy szám ahhoz képest, ami a korábbi években volt. De nem csak, és ezt a csakot idézőjelbe tenném, az utak felújítása tekintetében értünk el eredményeket, hiszen a választókerületünk önkormányzatai, közösségei 127 Európai Uniós területfejlesztési operatív programbeli pályázatot valósítottak meg. Egy fél tucat az, aminek az építése folyamatban van. Tehát ez azt jelenti, hogy 120 pályázat megvalósult, és itt nagy volumenű pályázatokra kell gondolni. A legkisebb pályázat is több 10 millió forintos, a legnagyobb pedig a Nyírbátori Ipari Park fejlesztése volt, amit idén ősszel Palkovics miniszter úr jóvoltából átadhatunk. Ez egy 1,2 milliárd forintos támogatási összegű pályázat, aminek az összértéke több mint 2 milliárd forint volt. És ilyen formán az a 4,5-5 ezer ember, aki a Nyírbátori Ipari Parkba nap mint nap bejár, sokkal nagyobb biztonságban teszi ezt, nagyobb biztonságban működnek az ottani üzemek, és sokkal biztonságosabban jutnak el a megtermelt termékek, áruk az üzemekből az M3-as autópálya irányába, mert hogy megépítettük az ipari parkban az összekötő utat, ami az ipari parkot a 4105-ös Nyírbátor-Nyírgyulaj M3-as összekötő úttal köti össze. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ez a 120 pályázat, amiről szóltam, ez iskolák felújítását jelenti, óvodák megújítását, közel 20 bölcsőde épül, és épült a választókerületünkben. Utak felújítását jelenti, belvíz elvezető rendszerek
újultak meg ebből a támogatásból, korszerűsödtek az önkormányzati épületeink, 200 épület újult meg, itt nagy épületekre tessenek gondolni, iskolákra, közintézményekre, művelődési házakra, községházakra, és ilyen formán jelentős mértékben javult a választókerületünk középületeinek az állaga, és a középületek által nyújtott szolgáltatási színvonal is. Emellett a területfejlesztési operatív programban ugye gazdaságfejlesztési programok is indultak. Itt az iparterület kialakítására gondolok, illetve ugye a fejlesztésére, az előbb szóltam erről a Nyírbátor Ipari Parkban, de Nyírbogáton egy ipari parkot sikerült kialakítani, Nagykállóban egy inkubátorházat, egy nagyértékű inkubátorházat sikerült építenünk, több mint 600 millió forintból. Újfehértón hűtőházat alakítunk ki a gazdaságfejlesztési program segítségével, még jó néhány településen piacokat, helyi termelői piacokat alakítottunk ki. Egy 12-13 ilyen településünk van, ahol a piac kialakítása ez megtörtént. A 127 program összesen 24 milliárd forintba került. Ebből a nagyvárosaink, mint Nyírbátor, Újfehértó és Nagykálló részesedett a legtöbb támogatással, és emellett természetesen az új városunk, Nyírbogát is megkapta lehetőségeket, és szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy ezzel a lehetőséggel Nyírbogát élni tudott, és ennek következtében is a köztársasági elnök úr a kormány javaslatára elismerte a térségben folyó munkát, mert hogy az, hogy a települést várossá avatták, az a térség nélkül elképzelhetetlen. Egy város azért város, hogy a térségét segíteni tudja, ez a véleményem. Így van ezzel Nyírbátor, Újfehértó, Máriapócs, Nagykálló, Nyírlugos, és ilyen formán örülünk, és egyben köszönjük azoknak a közösségeinknek a munkát, amelyek ebben segítettek nekünk. A fejlesztések jó része, az megnyilvánul a kerékpárutak kiépítésében is. Ez is a településfejlesztési operatív program jó voltából valósult meg. 2018 és 21 között 10 kerékpárút fejlesztés történt a választókerületben. Ezek közül 8 belterületi kerékpárút építés, míg 2 külterületi kerékpárút építést jelent. 2 nagyobb hálózat részei valósultak meg. Az egyik hálózat az egy országos hálózat, a Debrecen, Nyírbátor, Mátészalka, Szatmárnémeti kerékpárút hálózat. Ennek a jó része az a választókerületben húzódik. Ugye korábban 2015 és 2018 között megépítettük a külterületi szakaszokat a 471-es főútvonal mellett, egészen Nyíradonytól Nyírmeggyesig, az önkormányzataink és a kistérségi társulás volt a gesztora ezen építkezéseknek, és most pedig a belterületi kerékpárutakkal kötjük össze a külterületi szakaszokat,
és ilyen formán, ha Nyírmihályi kerékpárút megépül, az építés már elkezdődött, akkor Debrecen és Nyírmegyes között egybefüggő kerékpárút hálózat alakul ki. Én ezt egy nagyon nagy eredménynek tartom. Azért nagy eredmény, mert a 471-es főútvonal forgalma az írtózatosan nagy. Rengeteg baleset volt a 471-es főútvonalon, többek között kerékpáros baleset is, és ezt tudjuk megelőzni. Ezért nagyon fontos. A másik kerékpárút hálózat, ez a Nyíregyháza, Nagykálló, Kállósemény, Mária Pócs összeköttetés megvalósítása. Itt előrelépésünk Kállóseményben és Nagykállóban történt, míg tervezési szakban van a Kállósemény Mária Pócs összekötő kerékpárút tervezése, és a Nagykálló belterületi kerékpárút tervezése, mármint olyan tekintetben, hogy az M3-as autópálya felett szeretnénk átvezetni a kerékpárutat Nyíregyháza irányából. És ennek a tervezése az most folyik. Nagy előrelépésnek tartom, hogy a két kerékpárút hálózatot sikerült összekötnünk. Rengeteg lehetőséget rejt ez, mert Mária Pócs megközelítésére a zarándokok is ezt a kerékpárutat használják. A másik nagy fejezete a fejlesztéseinknek az a Magyar Falu Program. A Magyar Falu Programban mintegy 150 kisebb-nagyobb volumenű pályázat valósult meg, mintegy 3 milliárd forint értékben. Itt közösségi terek újultak meg, ezek a közösségi terek egyháziak, illetve önkormányzati közösségi terek. Utak, kerékpárutak, járdák újultak meg, közösségi épületek épültek, iskolák, torna termei, óvodák, tornaszobái épültek, óvodák újultak meg. Örömmel tölt el, hogy a választókerületünkben jó néhány beruházás az országban elsőként indult el. Gondolok itt elsősorban a Szabolcsi Alma Centrum ügyére, mintegy 10 milliárd forintból egy olyan korszerű 21. századi feldolgozó üzem valósul meg, ami a térségbeli gazdáknak nagy lehetőséget fog adni véleményem szerint. A Honvédelmi Sportközpont, az országban jó néhány ilyen létesítmény valósul meg, és itt Újfehértón adjuk át először ezen létesítményt, reményeink szerint a fiatalok és a sportolni vágyók örömére. Kiemelném az Unilever Magyarország Kft.-nek a fejlesztéseit, amely Nyírbátorban valósul meg, és 15 milliárd forint értékben új gyártócsarnok és raktár torony valósul meg belőle, de a Transit Food Kft. Fejlesztése is milliárdos nagyságrendű és több száz új munkahelyet teremt. A feldolgozó ipari kapacitások kiépítése gőzerővel folyik a választókerületünkben. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, ezzel a műsorral legközelebb jövő hét hétfőn várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!